Egy éve tart a pusztító háború Ukrajnában, amely rányomta bélyegét a mindennapjainkra. 2022. február 24-ére virradóan átfogó, összehangolt támadás indult Ukrajna ellen. A harcok kitörése miatt Volodymyr Zelenszkij elnök még aznap hadi állapotot, február 25-én pedig általános mozgósítást hirdetett Ukrajnában. Országszerte eluralkodott a pánik, az emberek megrohamozták a boltokat, a bankokat, a töltőállomásokat. Az első napokban hatalmas menekült hullám indult meg Kárpátalja irányába. Az Ukrán Állami Vasúttársaság evakuációs járatokat indított, amelyekkel megpróbálták kimenekíteni a bajba jutottakat a harcok dúlta térségekből. A vonatokra elsősorban nők, gyerekek és idősek szállhattak fel. A gyerekek folyton az apjuk és a nagyszüleik holléte felől érdeklődnek. Azt mondjuk nekik, hogy most egy kis időre elutaztunk. De mi felnőttek tudjuk, hogy hosszú távon maradunk. Ez nagyon nehéz. Ott hagytuk a szeretteinket. Ezt hozta a sors. Egyszerűen elindultunk. Hogy hol kötünk ki, az most nem fontos. A vonatokkal érkező menekültek többsége ideiglenes szálláshelyeken húzta meg magát, de rengetegen mentek tovább külföldre. Magyarország, Szlovákia és Románia irányába hatalmas tömegek torlódtak fel a közúti határátkelőkön. Az ENSZ adatai szerint az elmúlt egy évben csak nem 8 millió ukrán állampolgár hagyta el az országot, és több mint 5 millióan váltak belső menekülté. A Kárpátaljára érkező menekültek többségét a közintézményekben szállásolták el. Jelenleg hivatalosan 150 ezer belső menekültet tartanak nyilván, becslések szerint azonban több mint 300 ezeren élhetnek a régióban. A megnövekedett lakossági létszám mellett az emelkedő árak, a hónapokig tartó üzemanyaghiány és a légicsapások állandó fenyegetettsége nehezítette meg az itt élők mindennapjait. Kárpátalján az első légiriadót március 12-én rendelték el, ezt eddig több mint 200 követte. Az elmúlt egy évben egy ukrajnai lakos átlagosan 920 órát, azaz több mint 38 napot töltött óvóhelyen. Az első és eddig egyetlen légicsapás 2022. május 3-án este történt Kárpátalján. Egy villanytelepet ért rakétatalálat a Volóci vasútállomás közelében. A környékbeli házak ablakai, ajtói betörtek, néhány közeli lakóház tetőszerkezetében is keletkeztek károk. Jelenleg azon a helyen tartózkodom, ahová rakéta csapódott be az éjszaka folyamán a Volóci járásban. Információink szerint személyi sérülés nem történt. Tűzoltóink dolgoznak a robbanás során keletkezett tűz felszámolásán és a törmelékek eltakarításán. Egy dologra szeretnék kérni minden kárpátaljait. Amikor megszólalnak a légi szirénák, vegyék komolyan, és keressenek biztos menedéket. Október 10-e óta masszív orosz rakéta támadás éri Ukrajna energetikai infrastruktúráját, amelynek következtében mindennapossá váltak a 10-15 órás áramszünetek. Ezt sokan generátorok beszerzésével próbálták átvészelni. Mostanra azonban úgy tűnik, hogy stabilizálódott az áramszolgáltatás Ukrajnában. Az egy éve tartó orosz-ukrán háború számtalan ember életet követett, közte sok kárpátaljaiét is. Vidékünkön szinte mindennaposak a katonatemetések, sorra szállítják haza a hősi halált halt katonákat. A háború során felmerülő problémák megoldása nem sikerülhetett volna a nemzetközi partnerek segítsége nélkül. Magyarország azonnal a háború kirobbanásának első napjától segíti Ukrajnát. Az elmúlt egy évben számos helyről, humanitárius szervezetektől, civilektől és nem utolsó sorban a magyar kormánytól érkezett, érkezik meg annyi segítség. Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre. Mintegy 3000 tonna segélyszállítmányt juttattak el Kárpátaljára több mint 7 milliárd forint értékben, és csak nem 500 000 embernek segítettek a karitatív szervezetek. Azt látjuk, hogy ez a segélyakció ebben a formában nagyon szükséges, és szeretnénk ezt még a következő hetekben is folytatni. Azt reméljük, hogy
talán rövidesen meg lesz a béke, és akkor már tudunk más érdembeni feladatokat is vállalni. Sok-sok feladatunk lesz az elkövetkezendő egy-két évben, azt gondolom. Ukrajnának, Kárpátaljának és az itt maradt, hősiesen helytálló magyar közösségnek mindenekelőtt egy valamire, sürgősen békére lenne szüksége.